Köszöntjük valamennyiüket, ez a Pannon Krónika, a Dél-Dunántúli Régió magazin műsora. A következő órában ezúttal is Somogy, Tolna és Baranya megye legfontosabb, legérdekesebb eseményeit idézzük fel. Nézzük az ajánlót. Pécset nem tervezték, de rendeletet alkotott a kormány, az egész országban ingyenes a parkolás. Koronavírus gyors tesztet rendelt Kozár Mislány, felmérnék, kivédett már a vírus ellen. Szállodai karantén Siófokon, civilek és politikusok készítenek ételt a rászorulóknak. Egyre többen használják az internetet, a TAR Kft-nél felkészültek a megnövekedett forgalomra. Április 6-ától az egész országban díjmentesen lehet parkolni a közterületeken. A kormány parkolási díjak megszüntetéséről szóló rendelete a Magyar Közlönyben is megjelent. Pécsen nem volt tervben az ingyenes parkolás bevezetése, így azonban már nem kell fizetni a várakozásért. Nem, általánosan nem tervezzük ingyenesíteni a parkolást. Múlt heti online városinfó tájékoztatóján ezt válaszolta Péter Fiatila arra a kérdésre, hogy ingyenessé teszik-e Pécsett a parkolást. A város polgármestere akkor azt mondta, egyrészt egy ilyen intézkedéssel nem szeretnék arra buzdítani a lakosságot, hogy nyugodtan menjenek el otthonról, másrészt pedig a helyi gazdaságnak sem tenne jót. Nem szeretnénk a parkolás ingyenessé kiterjesztésével a bevételeink csökkentését tovább növelni. Éppen ezért tehát a válaszom az, nem tervezzük általában ingyenesíteni a pécsi parkolási rendszert. Április 6-ától hétfőtől azonban az egész országban ingyenessé tették a közterületi parkolást. Ezt Orbán Viktor miniszterelnök jelentette be. Az új rendelet hatásai a pécsi belváros egyik legnépszerűbb parkolójában is látszanak. A centrum parkolóban alig találni üres helyet. A pécsiek vegyes érzésekkel fogadták a parkolási díjak megszüntetéséről szóló szabályt. Egy kicsit kétélű, mert egyrészt az embereket ugye bátorítja arra, hogy mozduljanak ki otthonról. Másrészt viszont az indokat is el tudom fogadni, hogy kevesebben vannak, vagy veszik igénybe a tömegközlekedést. Úgyhogy ilyen szempontból pedig pozitív. Nyilván a kettő között egy egyensúlyt kell nézni, tehát nem fekete-fehér a dolog. Tele van a parkoló, de hát azért mégiscsak más, hogyha itt vagyok, akkor nem kell azt néznem, hogy mekkora a sor, meddig kell várnom, lejár a parkoló jegyen, megbüntetnek. Úgyhogy én nagyon jónak tartom, és nagyon örültem neki. Maga az intézkedés az egy jó dolog, tekintettel arra, hogy a tömegközlekedésen ugye kerülni kell a zsúfoltságot, és ez voltak éppen az emberek védelme érdekében van, aki megteheti, járjon autóval, biciklivel, kerékpárral, bármicsak. Az, hogy egyik pillanatról a másikra egy ekkora parkoló tele lett, az meglepett azért ettől függetlenül. Az egyébként vasárnap a Magyar Közlönyben is megjelent rendelet kimondja, hogy a helyi önkormányzati tulajdonban lévő, valamint az országos közutak és állami utak mentén sem kell várakozási díjat fizetniük az autósoknak. A rendelet kihirdetését követő 15. napon a kormány annak hatáját meghosszabbítja a vészhelyzet megszűnéséig, olvasható a Magyar Közlönyben. Az ingyenes parkolás ügyében kerestük a pécsi önkormányzatot is, azonban adásunkig nem kaptunk választ arra, mi a véleményük az intézkedésről. Gyors tesztekkel térképeznék fel a koronavírus fertőzöttséget Kozár Mislányban. Ehhez már megrendelte a szükséges eszközöket a település polgármestere. Az tesztekből kiderül, ki találkozott már a vírussal és szerzett védettséget. Ez alapján pedig megnyugtathatják az embereket, de akár a munkahelyeket is megvédhetik Kozár Mislányban. Szeretnék felkínálni a kozármislényieknek a koronavírus gyors tesztet, mondja a település polgármestere. Ez önkéntes alapon működne, célja az emberek megnyugtatása. Ez egy rapid teszt. Azt kell tudni ezekről a tesztekről, hogy hivatalosan laboratóriumi körülmények közt elvégzett teszteket ez nem tudja helyettesíteni, viszont tud adni egy általános képet arról akár a lakosoknak, akár nekünk, mint foglalkoztató, munkáltató, hogy találkoztunk-e már a vírussal, esetleg aki átesett ezen a vírusfertőzésen, úgyhogy tünetmentes volt, akkor erről információt kapunk. A gyors teszt egy csepp vérből mutatja ki a vírus hatására a szervezetben termelődő ellenanyag jelenlétét. A fertőzöttséget követő 5.-6. nap után ad biztos eredményt. Akik igénybe szeretnék venni, azoknak csak a tesztet kell fizetniük, mondja Bíró Károly. Jelenleg úgy áll, hogy olyan 4000 forinton fogjuk tudni kínálni, de sajnos változhat. Én azt gondolom, hogy ez egy vállalható költség. Az önkormányzat megszervezi a logisztikát, mögé teszi. A szolgáltató, az egészségügyi szolgáltatónak a munkadíját azt a város szeretné átvállalni, de magát a tesztet, az anyagárat azt a
a polgároknak kell felvállalni. Egyelőre 2000 darab koronavírus gyors tesztet rendelt a polgármester. Az önkormányzati dolgozókat, az időseket segítő önkénteseket mindenképpen letesztelik. A megelőzés nagyon fontos, és nagyon jónak tartom a polgármester kezdeményezését, mert előre lép egy kicsit. Az jó intézkedés, mert azért az ember úgy van vele, hogy megelőzheti a bajt. Azért az fontos, igen, hogy lehessen tudni, hogy esetleg elkapta az ember, vagy nem kaptál. Én is nagyon szívesen teszteltetném magam, mert ugye bolton van, elég sok emberrel találkozok egy nap, úgyhogy muszáj. És félünk is tőle. Ezt mondták a polgármester kezdeményezéséről Kozár Mislényben az általunk megkérdezettek. Várhatóan április 20-ától kérhető az önkormányzaton a koronavírus gyors teszt. A polgármester azt mondja, ennek elvégzése után a munkáltatók is képet kapnak arról, hogy kik dolgozhatnak, kik védettek már a betegség ellen. Így nem kell félelemből bezárni a cégeknek, és megmaradhatnak a munkahelyek. A folyamatosan változó vírushelyzetben nem lehet pontosan előre látni, hogy milyen ügyekben kell majd a következő időszakban gyors intézkedéseket hozni, ezért is volt szükség az önkormányzati munka azonnali átalakítására a veszélyhelyzetben, ezt mondta Ács Rezső, Szekszárd polgármestere. Ő most egy személyben gyakorolja a közgyűlési jogköröket. Az elmúlt hetekben számos intézkedést hozott, ami szinte az egész város életét a vírus elleni küzdelemhez igazította. Szekszárd Donkomló után az országban másodikként döntött úgy a polgármester, hogy él a veszélyhelyzet adta jogaival, illetve kötelezettségeivel, és átveszi az irányítást. Ez csak a veszélyhelyzeti döntésekre terjed ki, ezért az EN Szekszárd frakció többségi szavazataival lecserélt önkormányzati cégvezetőket a helyükön hagyta. A lakossági tájékoztatást segítő Szekszárdi Vasárnap kiadói jogát viszont a vagyonkezelő KFT-től átvette az önkormányzat, és a városi honlap üzemeltetése is megváltozott. Itt Ács Rezső elmondása szerint az EN Szekszárd frakció tagjai cenzúrázták a polgármester megjelenését. A szekszárd.hu-t azt tulajdonképpen elvették tőlem, a jelzőnek a hatáskörébe utalták el, de azzal a feltétellel, hogy nem jelenhet meg velem kapcsolatban, vagy az én tollamból semmi, addig, amíg az ellenzéki többség, egyfős többség tagjai közül valaki ezt nem cenzúrázta. A polgármester részben visszaállította a kabinetet is, ugyanakkor azt mondja, nem igaz, hogy 6 főt visszavett volna, egyetlen főt vett csak vissza, a többiek a hivatal más részlegein dolgoztak, és most is oda vannak beosztva, ott segítik a hivatal munkáját. Az eddig eltelt hetekben többek közt bezárták az óvodákat, bölcsödéket, megoldották a gyermekfelügyeletet, az étkeztetést, önkéntes programot indítottak a rászorulók és az idősek segítésére, valamint bezárták, majd átszervezték a szekszárdi piacot, hogy így is korlátozzák a járvány terjedését. A polgármester ugyanakkor azt mondja, a város fejlesztése nem állhat meg, ezért ilyen kérdésekben is döntéseket hozott. Minden ilyen folyamatban lévő beruházással kapcsolatban úgy döntöttem, hogy végig fogjuk csinálni ezeket a beruházásokat, tehát én azt gondolom, hogy gondolni kell arra, hogyha egyszer lezárul az időszak, akkor majd el kell számolni azzal is, hogy mondjuk valamit miért nem csináltunk meg. Tehát a felelősség az nem csak arról szól, hogy akkor menjünk előre bizonyos dolgokban, és akkor a helyzettel kezdjünk valamit, hanem azt, hogyha elszalasztunk lehetőséget, lemondunk pénzről, vagy éppen rosszul döntünk egy beruházás kapcsán, akkor annak a felelősségével bizony el kell számolni majd. Azt még nem lehet megmondani, meddig fog tartani ez az időszak. Az ingyenes parkolást például első körben június végéig engedélyezte a polgármester, de ha szükség lesz rá, meghosszabbítja a díjfizetés nélküli időszakot. A koronavírus elleni védekezésnek van jelenleg alárendelve a pécsi önkormányzat kiadási oldala. A városvezetés mindent megtesz, hogy csökkentse a járvány hatásait, de a pécsi költségvetést mindenképpen át kell tervezni a védekezés miatt, mondta a város polgármestere. A gazdasági kárenyhítés majd a jövő feladata lesz, amelyhez segítséget kér Pécs. Még márciusban fogalmazta meg gazdasági javaslatait a pécsi Fidesz frakció. Ebben például egy pénzügyi alap létrehozását szorgalmazták. Egy rendkívüli alap kerüljön felállításra, ez induló összegnek 500 millió forintot javasoltunk. Nem tudjuk még, hogy milyen gazdasági hatásai lesznek az önkormányzatra nézve ennek a mostani helyzetnek. Ezért azt javasoltuk, hogy ez egy induló, kiinduló alap legyen.
ez egy felülről nyitott, nyilván feltölthető, amennyiben más forrást is az önkormányzat be tud vonni, de ez egy olyan biztosíték lehetne, ami például azoknak az extra kiadásoknak, illetve azoknak a nem várt bevétel kieséseknek a kompenzálására szolgálhatnak. Amiket a koronavírus járvány miatt terhelik majd meg a pécsi költségvetést, mondja Csizmadia Péter. Az önkormányzatnál dolgozó munkavállalókat is védenék. Elbocsátási moratórium is kerüljön a városi cégek, intézmények között kiosztásra, annak érdekében, hogy azok az emberek, akik szintén rajtuk kívülállókok miatt esetleg nem tudnak most új munkahelyet találni, azok ne kerüljenek olyan kilátástalan helyzetbe, hogy akár hetekig, hónapokig munkanélkül maradnak. Csökkenő adóbevételek, magas kiadások a védekezés miatt, ezzel számol a pécsi polgármester, mondta a szerdai internetes tájékoztatóján. Újra kell gondolnunk költéseinket, illetve a költségvetésünket. Elkezdtük ennek a költségvetés tervezésnek a munkáját. Eső most az emberéletek mentése Pécsett. Minden szükséges kiadást most ennek rendelnek alá. Ezután jöhet majd a gazdasági károk enyhítése, amiben az önkormányzat várja a kormányzat segítségét. Sokak munkahelyébe kerül ugyanis a mostani járványügyi helyzet, és ők joggal várják el a segítséget, Péter Fiatilla szerint. Tehát gazdasági segítségre szorulnak, és ezt érthető okokból elsősorban az önkormányzattól várják segítség formájában, támogatás formájában. Ahhoz, hogy ezeknek az igényeknek megfeleljünk, az önkormányzati költségvetésben biztosított források nem elegendőek. Tehát ahhoz, hogy most Pécsen, a pécsi polgárokról beszélve, az igényeiknek meg tudjunk felelni, ehhez a kormány hathatós támogatására van szükség. Ezért ez ügyben teszünk lépéseket a kormány felé. Péter Fiatilla szerdánként tart tájékoztatókat a város ügyeiről Facebook oldalán. A pécsiektől beérkezett kérdéseket válaszolja meg. Így került szóba a város költségvetése, a védekezés anyagi terheinek ismertetése is a héten. Szigorúbb szabályokat vezettek be a Szekszádi Balassa János kórházban. Németh Csaba főigazgató azt mondja, minden eszközzel védeni kell a betegeket és a személyzetet az esetleges fertőzéstől. Az intézményben két blokkot alakítottak ki a koronavírussal fertőzöttek kezelésére. Ezekben a sátrakban fogadják a kórházba érkező betegeket a Szekszádi Balassa János kórházban. Így dől el, hová kerül az, aki panasszal él. Átalakult az ellátás, készen állnak a vírushelyzet kezelésére. Mindenki mást, aki beteg, vagy ellátásért jön a kórházba, az Ibli Miklós utcai portánkon fogadunk. Itt egy előzetes kérdőíves szűrővizsgálat történik a vírusfertőzés gyanújának a fennálltát megerősítendő vagy kizárandó, és a vírusfertőzöttségre való rizikótól függően mozoghatnak a betegek a kórházba. A volt tüdőgondozó és a személyzeti rehabilitációs blokkot alakították ki a vírusfertőzött betegek fogadására. Németh Csaba azt mondja, a belső átalakítás után elsősorban az akut esetek kezelését látják el. Természetesen akinek olyan baja és olyan rosszulét, olyan problémája van, az jöhet és ellátásban fog részesülni, viszont a nem sürgős, odázható ellátásokat azt későbbre kellene halasztani és időpontot megbeszélni. Mielőtt a kórházhoz jönnének, mindenképpen próbáljanak előtte a érintett szakmával, kezelőorvossal telefonon konzultálni. Németh Csaba azt mondta, az eddigieknél is szigorúbb szabályok között működik az intézmény, a betegek és a szakszolgálat védelme érdekében. Úgy fogalmazott, minden eszközzel az ellen küzdenek, hogy a vírus bekerüljön és fertőzzön a kórházban. Teljes kapacitással működik Siófokon az a szálloda, amelynek vezetése külföldről hazatérő magyaroknak ajánlotta fel a karantén lehetőségét. Ők másképp nem tudták megoldani az elszigetelődést itthon maradt rokonaiktól. A szálloda vezetése napi háromszori étkezést is biztosít az ott lakóknak. Palacsintát, vadpörköltet is készítettek már a siófoki szállodában önkéntes karanténban lévő külföldről hazatért magyaroknak, civilek és a város fideszes képviselői. A hétvégén 80 adag vaddisznó pörkölt készült, amelyet az 57 karanténban lévő és a szálloda személyzete között osztottak szét. A legjobb kiszolgálás kapunk minden, reggeli, ebéd, vacsora.
mondják az önkéntes karantén lakói, akik idejük nagy részét a szálloda Balaton felüli oldalának erkélyén töltik. Mint mondják, a hotel vezetése és a városlakók nagyon sokat segítenek nekik mindenben. Szomszéd éttermek, vállalkozók, képviselők egy-egy alkalommal, mondom még egyszer, egy kis felüdülésként egy-egy étkezéssel ellátják a lakóinkat, mindazonáltal 50 ember, 57 ember, ugye most meg már második körben, az már majdnem 100 embernél fogunk tartani. Folyamatos étkeztetését nem lehet alkalomszerű akciókkal fenntartani vagy biztosítani, úgyhogy mi a másik szállodából, a Célpláza Hotelből ott működtetjük a konyhát, és onnan napi háromszor étkezést biztosítunk a lakóink részére. Az elsőként érkezett karantént vállalók már elhagyták a szállodát, de az igény továbbra is nagyon nagy, hiszen a megüresedett szobákra már is vannak jelentkezők. Egyre többen maradnak otthon, hogy megállítsák, lelassítsák a koronavírus terjedését, vagy éppen azért, mert nincs ki vigyázzon a gyerekre. A hónapokig tartó otthonlét rendkívül nagy lelki megterhelést jelent, ezért érdemes célokat kitűzni, előre megtervezni a napunkat, és a testmozgást sem szabad elhanyagolni, ezt mondja egy klinikai szakpszichológus. Március 16-án zártak be az iskolák, azóta a gyerekek otthon tanulnak a koronavírus járvány miatt. Ez miatt a szülők egy része azóta otthon tartózkodik, vagy fizetett szabadságot vett ki, vagy otthonról látja el munkáját részben vagy egészben. Március 28-án pedig kijárási korlátozás lépett életbe, ami április 11-éig tart. Ez idő alatt csak munkavégzés és az alapvető szükségletek céljából lehet elhagyni a lakóhelyet. Önkéntes és hatósági karanténban is egyre többen vannak a járvány miatt. A négy fal között lenni azonban nehezebb, mint gondolnánk, amit Kitanics Márk klinikai szakpszichológus is megerősített. Azt mondja, rendkívül nagy lelki megterhelést jelent. Egyrészt ugye nincs meg az a személyes szabadsága az embernek, amelyhez hozzászokott, és azért, hogyha az embert lekorlátozzák valamilyen szinten, az mindig rosszul esik neki. Másrészt ugye egy csomó feszültséget, ami otthoni családi feszültség, azt kivitte a családon kívülre, és valahol lehetett kanalizálni. Ebben az esetben viszont ezt nem tudja kanalizálni. Arról nem is beszél, hogy egzisztenciális bizonytalanság is van, és az egzisztenciális bizonytalanság, ugye ez az anyagi teher, ami most a családokra nehezül, ez egy újabb feszültségforrás. Az általános iskolás tanulók szüleinek ráadásul a gyermekük tanulását is felügyelniük kell, miközben sokan még a munkájukat is otthonról látják el. Ez további plusz teher a szülő számára. Ám ha összeírják a ház körüli és a benti tennivalókat, új célokat tűznek ki, létre lehet hozni egy napi rutint. A szakember azt javasolja, osszák be, hogy mikor játszanak, dolgoznak, mozognak. Nem szabad hagyni, hogy szétfolyjanak a napok, hanem ugyanazt a struktúrát kell követni, amit a korábbi struktúrában is követtünk. Ugye megszoktuk azt, hogy amikor például a nyári szünet van, akkor egy kicsit szabadabban élünk, egy kicsit szabadabban mozgunk. Na most ezt kell elkerülni, a gyerekeknek is meg kell érteni, hogy ez a fajta szabadság nem a nyári szünet szabadsága. A pszichológus azt mondja, ez az időszak az egyedül élőknek a legnehezebb. Nekik azt javasolja, hogy néha mozduljanak ki a négy fal közül, és telefonon vagy számítógépen keresztül igyekezzenek tartani a kapcsolatot a rokonokkal, barátokkal. A szakember a koronavírus járvány miatti negatív hírdömpingről pedig úgy véli, a rossz hír még mindig jobb, mint a bizonytalanság. Arra ugyanis fel lehet készülni, és sorra lehet venni, milyen következményekkel jár majd az életünkre. A veszélyhelyzet kihirdetése óta megnövekedett az otthon dolgozók, tanulók, oktatók száma, így az infokommunikációs cégek is az átlagosnál jóval nagyobb mértékű internet használatot mérnek a járvány kitörése óta. A szekszárdi székhelyű TAR Kft.-nél felkészültek a nagyobb terhelésre. Javarésze azért 50% alatt, 50% vagy az alatti terheltséget mutat. A rendszer pillanatnyi terheltségét mutatja a TAR János ügyvezető igazgató. Kiugróan magas az internet használat mértéke, de még így sem éri el a teljes rendszer 50%-os terheltségét a TAR Kft.-nél. A napi teljes adatforgalom átlagosan mintegy 30%-kal nőtt országos szinten a koronavírus járvány óta. Felkészítették hálózataikat a megnövekedett forgalomra, és folyamatosan vizsgálják, hogy szükséges-e kapacitásnövelés, mondta Ferkert Zoltán, hálózatfelügyelő. Hálózati tartalékkal azonban jelen helyzetben is rendelkeznek. Az internet hálózatunk forgalma jelentős mértékben megnőtt, de még így is tudtunk a rendszereinkben annyi tartalékot képezni, hogy az előfizetőink hál' Istennek ebből nem éreztek meg semmit, nem vettek észre semmit. A
bejelentések száma nem nőtt meg, illetve az esti jellemzően csúcsidőszaknak számító időszakban, amikor mindenki otthon van és mindenki használja az internetet, akkor sem érkezett hozzánk egyetlen olyan bejelentés sem, ami lassulásra engedett volna következtetni. Országosan megháromszorozódott a sávszélesség bővítés iránti érdeklődés egy átlagos hónaphoz képest. A szexári cég kódolatlan csatornákkal segíti az otthon töltött idő értékesebbé tételét előfizetői számára. A vállalat azon munkatársainak, akik jelen helyzetben meghatározatlan ideig otthonról dolgoznak, laptopot adtak, ezzel is megkönnyítve az otthonról végzett tevékenységet. Továbbá azon kollégáikra is figyelnek, akik munkájuk során nem tudják elkerülni a személyes kontaktust. A frontban, aki van, tehát aki kint van az ügyfélszolgálatokon, illetve hát aki a műszerészek, akik járnak kijavítani, őnekik továbbra is helyt kell állni, őnekik pedig teljes védőfelszerelést biztosítottunk, tehát arcmaszkot, kesztyűt, fertőtlenítőszert egyénileg mindenkinek, mindegyikből többet is, és így be tudunk jutni az ügyfelekhez. Persze ezt nagyon óvatosan tesszük, csak előre leegyeztetett módon. A hiba elhárítás megelőzően pedig megkérik az ügyfelet, hogy otthonát szellőztesse ki, és ha teheti, ő is viseljen védőfelszerelést, ezzel is minimalizálva a koronavírus terjedésének lehetőségét. A beruházások felét leállították, és az üzemeltetésre koncentrálnak. Céljuk ezzel is az igények minél teljesebb körű kiszolgálása. Aggódnak a somogyi gazdák, a vírus terjedése miatt nehéz évre számítanak. Egyelőre bizonytalan, hogy sikerül-e kiszállítani a szerződött külföldi partnerek felé a kukoricát és a gabonát. Hiába kötöttek szerződést olasz és horvát partnerekkel, nincs fuvarozó, aki elszállítsa a terményt. Így félő, hogy az őszi vetések is veszélybe kerülhetnek, ha addig a gabona a tárolókban marad. A négy tároló közül csak ez az egy ad ilyen kongó hangot, ez jelenti azt, hogy üres. A másik három is szinte teljesen tele van még ennek a látrányi gazdálkodónak a telepén. Kukoricából szerződtünk 1200 tonnát, abból körülbelül leadtunk 680-at, és még itt van belőle egy olyan körülbelül fele 600. És mi a helyzet a búzával? A búzával sokkal rosszabb a helyzet, abból még itt van körülbelül 1000 tonna körüli mennyiség. Azt egyelőre senki nem tudja, hogy a megmaradt gabonát mikor sikerül eljuttatni Olaszországba, illetve Horvátországba, hiszen a koronavírus járvány miatt ezekbe az országokba most gyakorlatilag nincs szállítás. Befolyásolja a kifelé szállítást, és mivel külföldre adtuk el nagy részét az árunak, ezért most sajnos olyan helyzetbe kerültünk, hogy nincs kifelé szállítás. Ha nem lesz egy zaratásig vagy a betakarításig, akkor nagyon nagy gondokba leszünk. A kiskertekben, kis családi gazdaságokban is megkezdték már a tavaszi ültetéseket. Bár a járvány a munkát egyelőre nem akadályozza, a vetőmagok beszerzésénél már voltak fennakadások. A hagyma, sárgarépa, petrezselyem el van rakva, a burgonyát raknánk a jövő héten, de még a fele vetőmag nem érkezett meg. Honnan várjátok? Hollandiából, de csúszott a szállítás egy kicsit. A gazdák szerint a koronavírus járvány miatt most minden eddiginél fontosabb lesz, hogy az emberek magyar termelőtől magyar árut vásároljanak, ezzel is segítve a mezőgazdaság talpon maradását. Kezdetét vette a mezőgazdaságban az egységes területalapú kérelmek benyújtási időszaka, a koronavírus terjedésének lassítása, illetve a gazdálkodók, valamint a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara munkatársainak egészségvédelme miatt az ügyfelek elsősorban telefonon kereshetik kérdéseikkel a falugazdász irodákat. A kérelmek szankciómentes beadási határideje május 15. Traktorral szántják és boronálják földjeiket a gazdálkodók. A tavaszi földmunkák megkezdésével az egységes kérelmek beadása is elindult. A kitöltési felület április 6-án nyílt meg. Idén 43 nyugcímre lehet támogatást igényelni és bejelentést tenni. Köztük a területalapú, agrárkörnyezetgazdálkodási, állatjóléti jogcímekre is. A kitöltéshez a falu gazdászok segítségét lehet kérni, mondta vendég Edit elnök. Tolna megyében a tavalyi évben több mint 5000 kérelemből 3800-at a falu gazdászok segítségével adtak le a gazdálkodók. Abban az esetben, hogyha valaki május 15-ig nem nyújtotta be a kérelmét, akkor június 9-ig még ezt megteheti, viszont ekkor már a támogatási összeg munkanaponként 1%-os csökkentésével kell számolnia. Június 9-ét követően benyújtott kérelmeket pedig sajnos érdemi vizsgálat nélkül utasítja el a Magyar Állam Kincstár.
A koronavírus terjedésének lassítása és a gazdálkodó ügyfelek, valamint az Agrárgazdasági Kamara munkatársainak egészségének védelme miatt elsősorban telefonon kereshetik kérdéseikkel az ügyfelek a falugazdászirodákat. Az a célunk, hogy lehetőleg az ügyfél személyes jelenléte nélküli ügyintézéssel legyenek benyújthatók az egységes kérelmek. A falugazdászok tehát az ügyintézés során elsősorban telefonos és e-mailben való kapcsolattartásra fognak törekedni. Amennyiben mégis szükséges lenne a személyes ügyintézést, arra is csak előzetes időpont egyeztetés követően kerülhet sor járványvédelmi okokból. A személyes ügyintézés során több higiéniás előírást is betartanak azért, hogy védjék munkatársaik és ügyfeleik egészségét a falugazdász irodákban. Például plexifalakkal látták el a pultokat a nagyobb biztonság érdekében. A kamara több 10 millió forint értékben vásárolt védőeszközöket. Már javában tartanak a tavaszi munkák a dél-balatoni szőlőültetvényeken. Az időjárás eddig kedvezett a gyümölcsnek, mivel a rügyek úgynevezett gyapjas állapotban vannak még. A koronavírus a borászati ágazatot is érinti. A megkérdezett termelők abban bíznak, hogy a járvány után a belföldi, ezen belül is a balatoni turizmus megélénkül. Ez egy zenit ültetvény, ernyő, úgynevezett ernyő művelés, tehát látszik a formáján, hogy ernyő. Ezek lesznek a termőkarok, amik ide rögzítve vannak. Ugye ez a kartartó húzal, ez tartja őket, és ehhez a rögzítő húzalhoz lerögzítjük őket. Gyakorlatilag ezek a rügyek pattannak majd ki, és ezek hozzák a termést. Ha az időjárás is kegyes lesz, akkor már nyár vége felé szüretelhető. A kötözéssel már végeztek, de tavaszi munka van még bőven a szőlőben. Az elmúlt napok hideg időjárása több gyümölcsösben kárt okozott, főként a kajszi barack fagyott el. A szőlő viszont megúszta, mondja Gombos Sándor. A szőlő rügy még olyan állapotban van, ugyan gyapjas állapotban legfeljebb, vagy még azt megelőző állapotban, ami jó fagyvédelmet biztosít neki, tehát a szőlővel, ha nem lesz több nagy hideg, akkor nem lesz gond itt a Balatonon. Az enyhe tél a kártevők elleni védekezésben azonban nem segítette a termelőket. Jó lett volna egy legalább 2-3 hétig tartó igazán hideg idő. Hát így viszont megvannak a technológiai lehetőségek arra, hogy a kártevők elleni védekezést megtegyük, de ugye ez pénzbe kerül, és sajnos az elmúlt 2 év az gyalázatos volt a szőlőtermesztés szempontjából. Az árak olyan mélyre jutottak, amire soha nem is gondoltunk, és most nagy bizakodás van bennünk, hogy az egy hét múlva megjelenő gazdasági érinkítő csomagnak mi is részesei vagy haszonélvezői lehetünk. A koronavírus járvány a borászati ágazatra is kihat. Gombos Sándor abban bízik, hogy a turizmus feléledése talán majd itt a Balatonon kezdődik, segítve a borturizmust is. Az eladó és a kiadó házak lakások iránt is drasztikusan visszaesett az érdeklődés, mondják a szakemberek. A jelenleg albérletben élőknek van, hogy csak a bérleti díj felét kell fizetniük, de akad olyan tulajdonos is, aki megelégszik a rezsidíjával, mondja az egyik pécsi ingatlan közvetítő iroda vezetője. Az üresen álló lakások árából azonban nem akarnak engedni a bérbeadók. Egy közvetítő cég pécsi iroda vezetője szerint az elmúlt 2 hétben a vásárlói érdeklődés szinte egyenlő lett a nullával. A szakember véleménye szerint május környékén lendülhet fel ismét a piac, de csak kismértékben. A koronavírus járvány az ingatlan piacot is negatívan befolyásolja, mondják a szakemberek. Az eladásra kínált családi házak, lakások esetében sokszor nem csak a potenciális vevőket, hanem az értékesítési szakembereket sem szívesen engedik be a tulajdonosok, mondta stábunknak az egyik közvetítő cég pécsi iroda vezetője. Szilas Pál kiemelte, nagyon rövid idő alatt zuhant mélypontra az érdeklődés. Az elmúlt 2 hét alatt gyakorlatilag a vevői érdeklődés az a nullával lett ugye egyelőtt, tehát nagyon kevesen hívnak minket is, mint ugye értékesítői szempontból, de a tulajdonosokat is. Azon kívül a tulajdonosok sem engedik be ugye biztonsági szempontból ugye a vevőket, vagy akár az értékesítőket sem. Én úgy gondolom, hogy 1-2 hét múlva ez egy picit majd változni fog. Jelenleg már van lehetőség az elektronikus ügyintézésre. Ezzel a módszerrel pedig akár adásvételi szerződések megkötésére is lesz lehetőség személyes kontaktus nélkül, tette hozzá az irodavezető. Az albérletpiacon érezhető, hogy a bérlő
bérlőket megviseli a gazdaságban okozott hiány. Sok esetben a tulajdonosok elengedik a bérleti díj felét, vagy ritkább esetben a teljes összeget, és csak a rezsijárát kell kifizetnie a lakónak. Mint az egyik pécsi ingatlan közvetítő iroda vezetője stábunknak elmondta, egészségügyi dolgozók, külföldi diákok és külföldről hazaérkezett magyarok keresnek leginkább bérbe vehető lakásokat. Azonban néhány tulajdonos átlagosan 75-80 ezer forint plusz rezsiért szeretné kiadni a jelenleg üresen álló ingatlanát, mondja Lénárt Melitta. Ők nagyon az árból még nem akarnak engedni. Lehetséges, hogy majd egy hónap vagy két hónap múlva fognak engedni. Nagyon megkértek a tulajdonosok, hogy informáljuk le az embereket, akik szeretnének bérelni, hogy akár két havi kaució vagy két hónap előre fizetéssel engedik be őket a lakásba. A szakember azt mondja, jelenleg a bérbe vehető családi ház a legkeresettebb, vagy az olyan társas, illetve panellakás, melyeket 50 ezer plusz rezsiért vehetnek ki az érdeklődők. Rövid reklám után folytatjuk a Pannon krónikát. A Matt Marquezt megint jól kitalálta, segítünk szépíteni és megvédeni kertjét, ingatlanját és pénztárcáját is. Kerítéstáblák, oszlopok, komplett kerítésrendszerek telepítéssel is, hullámrácsok táblában vagy méretre gyártva galambriasztó rendszerek. Ha a dizájn is fontos, válaszon perforált vagy expandált lemezt, kerítés és kapuelemnek. A biztos védelemről a penge éles NATO drótok, szöges drótok, drótvonatok és vadhálók gondoskodnak. Matt Mark a fémipar specialistája. Szekszárd, Polnák utca 92 a felüljárónál, telefon 74-es körzet 512-678, www.metmar.hu. Teljes körű szolgáltatás a villanyszerelésben és a hálózatépítésben? Akkor Electroid Kft. Mi megtervezzük, kivitelezzük, felülvizsgáljuk, vagy akár a villanyszerelési beruházás lebonyolítását is vállaljuk. Üzletünkben több mint 20 ezer termékkel várjuk. Lámpák, csillárok, ledes fényforrások 20-25 ezer óra üzemidővel. Háztartási kisgépek, ventilátorok széles kínálatban. Klímák, napelemek akár a tervezéstől a kivitelezésig. Intézmények, önkormányzatok és ipari létesítmények teljes körű kiszolgálását is vállaljuk. Péntekenként 10, a hónap utolsó péntekén pedig 15% kedvezménnyel várjuk. Electrolit Kft. Minden, ami villanyszerelés. Most nézzük, mivel foglalkozunk a Pannon Krónika hátra levő részében. Sorban mondták le foglalásaikat, a legtöbb étterem és szálloda határozatlan időre bezárt a Balatonnál. Visszaéltek a járványügyi helyzettel, szájmaszkot kínáltak a csalók eladásra. Vége az ítélkezési szünetnek, akár videóhíváson keresztül is tarthatnak tárgyalásokat a bírók. Legényes ez otthon, online építánc kihívást indítottak Somogyban. Sorban mondták le foglalásaikat a vendégek, így a legtöbb szálloda határozatlan időre bezárt a koronavírus járvány miatt a Balatonnál, sok étterem is ezt az utat választotta. Mi rögtön már itt február utolsó napjában, március első napjában éreztük ezt, hogy valami negatív dolog jön, ahogy jöttek a hírek már Olaszországból, illetve a környező országokból, hogy megjelent a vírus, ez rögtön az emberek hangulatára már ráhatott, és azután a napokon belül lehetett érezni a forgalmon is. Pedig nagyon jól indult 2020, mondta Csapodi Balázs. Úgy tűnt, hogy a tavalyi minden eddiginél jobb évet is túlszárnyalhatja az idei. Azonban érkezett a koronavírus járvány. Ennek nagyon-nagyon drasztikus dolgai voltak, hogy szállodák és éttermek azonnal be kellettek, hogy zárjanak. Mi még egy darabig kitartottunk addig, ameddig mondjuk 3 óráig lehetett nyitva tartani, de a mostani intézkedések hatására mi is úgy döntöttünk, hogy bezárunk.
legfontosabb az, hogy tényleg mindenki otthon maradjon, a dolgozóink egészsége. Ugyan csökkentett bérrel, de megtartják a munkatársaikat. Mi nekünk 35 dolgozónk van, megtartottuk az összes dolgozónkat, tehát mi senkit nem bocsátottunk el. Mi nagyon bízunk benne, hogy azért egy pár hónap, és utána rendeződik ehhez a helyzet, és ugyanazzal a csapattal tudunk akkor majd nekiállni a munkának. Ehhez azonban összefogás szükséges, mondta Csapodi Balázs, aki szerint lassú lesz az ágazat felépülése. A koronavírus járvány miatti veszélyhelyzetben a kormányzat első intézkedései a turizmus vendéglátás számára nyújtottak mentővet. Ennek értelmében június 30-áig a munkáltatók járulékfizetési kötelezettségét teljes egészében elengedték, a munkavállalók járulékát pedig jelentősen csökkentették. Nem kell nyugdíjjárulékot fizetniük, valamint az egészségbiztosítás díja a törvényi minimumra csökkent. Nagyon nagy segítség volt már az első bejelentés, ez, hogy elengedték a hiteltörlesztéseket, a járulékfizetéseket, de ahhoz, hogy talpon tudjon maradni az ágazatunk, egészen biztos, hogy még nagyon nagy segítségre lesz szükség. A koronavírus járvány a turizmusban és vendéglátásban 400 ezer ember munkáját érinti hazánkban. Március 16-a óta elérhető webes felületen a Nemzeti Adó- és Vámhivatal által készített SZJ a bevallási tervezet. A dokumentumban az egyes kedvezményeket is érvényesíteni kell. Ilyen például a családi, az elsőházas vagy a súlyos fogyatékosságra vonatkozó kedvezmény. Az igénylés módjáról Barlai Krisztinát, a NAV baranyai sajtóreferensét kérdeztük. A NAV már több éve elkészíti a személyi jövedelemadó bevallás tervezeteket. Van azonban több olyan kérdés, elsősorban a kedvezmények érvényesítése kapcsán, ami továbbra is gyakran felmerül. Ezekről kérdeztük a NAV baranyai sajtóreferensét. Barlai Krisztina elmondta, fontos tudni, hogy sem a családi, sem az elsőházas, sem a súlyos fogyatékosságra tekintettel igényelhető kedvezmény nincs összefüggésben azzal, hogy a tárgyéven belül hány hónapon keresztül állt munkaviszonyban a kedvezményre jogosult. A lényeg az, hogy rendelkezésre annyi összevont adóalapba tartozó jövedelem, melynek adójával szemben a kedvezmény érvényesíthető. Ez a jövedelem akár egyetlen hónap alatt is megszerezhető. Az is fontos, hogy a kedvezmények csak abban az esetben szerepelnek a bevallási tervezetben, ha a magánszemély évközben erre vonatkozó adóelőleg nyilatkozatot tett a munkáltatója felé. Ha ezt nem tette meg, a kedvezmény a tervezet módosításával érvényesíthető. A tervezet módosítható az ügyfélkapunk keresztül, vagy az ügyféltájékoztató és ügyintéző rendszerben, ami a 80-20-21-es telefonszámon érhető el, és használatához azonosító kód szükséges. A papíralapon kiküldött tervezetbe belejavítani és a javított példányt visszaküldeni nem lehet. Ez utóbbi esetben a 19 SZJA bevallást kell benyújtani május 20-áig. Nagyon sokakat érint a súlyos fogyatékosságra tekintettel igénybe vehető kedvezmény is. Fontos tudni, hogy ennek érvényesítéséhez orvosi igazolással vagy a fogyatékossági támogatást, rokkantsági járadékot megállapító határozattal kell rendelkezni. Ezt azonban nem kell megküldeni a NAV-nak a kedvezmény érvényesítésekor. Erre akkor lesz szükség, ha a hivatal a személyi kedvezmény igénylésének jogosságát a későbbiekben ellenőrzi, ezért az igazolást az egyéb iratokkal együtt 5 évig meg kell őrizni. Több mint 2000 szájmaszkot készítettek Fonyódon. Az önkormányzat és a helyi lakosok kezdeményezésére a kesztyűzemben varták meg azokat. Az elmúlt 2 hét alatt legyártott pöttyös és virágos maszkokból a piacra kilátogatók is kaptak. Több színű és mintázatú maszkból választhattak azok, akik kilátogattak a fonyódi piacra. Sokan kezdték itt a napot, éppen ezért tartották fontosnak azt is, hogy szájmaszkot vegyenek fel. Többen mondták azt, hogy nem biztos, hogy ez a legjobb, csak a betegek védekezzenek, de én úgy gondolom, hogy tegyünk meg mindent azért, hogy biztos, hogy ne fertőzzünk meg másokat. Az önkormányzati dolgozók, a helyi kesztyűzem, az óvónők és a helyiek jóvoltából több mint 2000 szájmaszk készült el eddig, az eszközöket pedig ingyen osztják szét a helyiek között. A maszkokat a részben a fonyódi kesztyűzem készítette, hiszen van egy kesztyűzemünk, akik eddig 1000 maszkot vartak, a többit pedig az önkormányzati dolgozók, tehát intézményeink dolgozói készítették, a Konyha Kft., az óvoda, a bölcsöde és majd később a kulturális központnak a dolgozói is fogják készíteni ezeket a maszkokat, így őnekik is tudunk munkát biztosítani. A szájmaszkok elkészítésével nem csak az egészség megóvása volt a cél, hanem az is, hogy munkát adjanak. Ne legyen kockások, kérek szépen. Köszönjük szépen.
A maszkok osztásában a település polgármestere is segített. Hídvégi József azt mondja, a két éve 300 millió forintból megújult piac forgalma visszaesett, vásárlókból és termelőkből is jóval kevesebb van a megszokottnál. A koronavírus miatt nem csak a piac forgalma esett vissza, hanem a turizmus és a vendéglátás is szinte megszűnt. Hídvégi József azonban bizakodó, mint mondja, eddig náluk csak hatósági vagy önkéntes karanténban lévő személyeket regisztráltak, a helyiek pedig ahogy tudnak összefognak, hogy segítsék egymást. A környékünkön nincs még fertőzött, viszont a sok karanténos, azért több mint 30 hatósági karanténosunk volt, és közel 30 önkéntes karanténosunk volt, aki Olaszországból, Ausztriából jött haza. A szájmaszkok gyártása egyébként folyamatos fonyódon, így hamarosan már minden helyinek lesz saját mosható, vasalható védőeszköze. Különleges szabályok szerint szabadna csak kidobni a már használt szájmaszkot és a gumikesztyűket, ezt válaszolt a kérdésünkre az országos tisztifőorvos. A koronavírus megjelenése óta egyre többen használnak például bevásárláskor is ilyen eszközöket, és ezzel együtt egyre több egyszerhasználatos védőfelszerelés látni az utcákon eldobva, pedig azok néhány óráig még veszélyes hulladéknak számítanak a szakértő szerint. Hetek óta készülnek az egyszerhasználatos maszkok az ország börtöneiben. Debrecenben és Sátoraljaújhelyen dolgoznak napi 12 órában ezen a rabok. Csak az utóbbi börtönben havi 2,8 millió eldobható szájvédő készül. A fogvatartottaktól származó maszkok eddig főként a kórházakba kerültek, de magánszemélyként bárki vehet ilyen eszközöket a patikákban vagy az interneten. Egyre több emberen is látni egyszerhasználatos maszkokat, és ezzel együtt egyre több ilyen védőfelszerelés kerül az utcákra eldobva. Szinte minden nap jelennek meg ilyen fotók az interneten és a közösségi oldalakon. A hasonló esetek miatt megkerestük a Tolna megyei népegészségügyi főosztályt, hogy veszélyes hulladéknak számítanak-e az eldobott maszkok és gumikesztyűk. Kérdésünkre az országos tisztifőorvos válaszolt. Az egyéni védőfelszerelésből származó hulladékok, például egy kórház, egy egészségügyi intézmény valóban veszélyes hulladékként kezelendő, annak megfelelően kell gyűjteni, szállítani és ártalmatlanítani. Müller Cecília azt mondja, nem csak a kórházaknak kell szigorú szabályok szerint kezelni a már használt szájmaszkokat és gumikesztyüket, hanem mindenkinek, aki ilyen védőfelszerelést használ. Ezeket a maszkokat gyűjtjük egy zacskóba, külön, dupla faluba kell belehelyezni, és tulajdonképpen egy néhány órás, de legfeljebb egynapos állási időt követően ezek a kommunális szemétbe dobhatók, hiszen maga a vírus ennyi idő alatt a fertőző képességét elveszíti. A szakemberek között egyébként még mindig nincs teljes egyetértés azzal kapcsolatban, hogy kell-e szájmaszkot és gumikesztyűt húzni például bevásárláskor. Az országos tisztifőorvos és a WHO ajánlása szerint nem szükséges, ha az ember egészséges. Fontos viszont, hogy rendszeresen és sűrűn mossunk kezet szappannal, és ne nyúljunk az arcunkhoz mosatlan kézzel. Szájmaszkokat kínáltak eladásra azok a csalók, akik a nem létező árukészletük eladásához még egy e-mail fiókot is feltörtek. A budapesti 30-as éveikben járó pár egy pécsi személy felhasználói adatait szerezte meg, ezért járnak el velük szemben a baranyai hatóságok. Nemrég kezdeményezték letartóztatásukat, amit egy hónapra elrendelt a bíróság a napokban. Ezen a weblapon hirdetett szájmaszkokat eladásra az a pár, akik letartóztatását kezdeményezte a pécsi járási ügyészség a napokban. Az elkövetők valójában nem rendelkeztek szájmaszkokkal. Ráadásul feltörték egy pécsi személy e-mail fiókját, ezen keresztül akarták lebonyolítani a csalást. Céljuk az volt, hogy a koronavírusos helyzetet kihasználva jogosulatlanul szerezzenek bizonyos összegeket. Ezt követően az ország különböző részéből jelentkeztek a hirdetésre. A nyomozás jelenlegi állása szerint 6 sértett jelentkezett, és fizettek ki összesen 850 ezer forint összeget az elkövetőknek a bankszámlájára. A két elkövetőnek a cselekménye a csalás minősített esetének, valamint az információs rendszer megsértése büntetének a megállapítására alkalmas.
Az e-mail fiók tulajdonosa jelentette, hogy idegenek megszerezték a felhasználói adatait, és üzleti ügyeiket ezen keresztül intézik. Valamint a megrendelők is jelentkeztek a rendőrségen, akik nem kapták meg a szájmaszkokat. Az ügyészség kérésére rendelt el a bíróság az előzetes letartóztatást, ugyanis tartani lehet attól, hogy az eredetileg budapesti 34 és 35 éves csalópár újabb bűncselekményt követel, illetve bizonyítást megnehezítenék vagy meghiúsítanák. A nyomozás jelenlegi állása szerint akár 3 év szabadságvesztést is kaphatnak tettükért. Akár okostelefonos videóhíváson keresztül is tarthatnak tárgyalásokat a bírók. Az ügyeket folyamatosan tárgyalják, viszont a veszélyhelyzet miatt számos változás történt a perek menetében. Március közepe óta ezekbe az intézményekbe nem léphetnek be civilek. A folyamatban levő ügyek feldolgozása viszont nem állt le. A bírók és a bírósági alkalmazottak folyamatosan dolgoznak, és a beadványokat is fogadják az ügyfelektől, igaz most csak levélben vagy elektronikusan. Utóbbi az az ügyfélkaput, a cégkaput vagy az úgynevezett hivatali kaput kell használni. A tárgyalásokat is megtartják teljesen újszerű módon. Most akár okostelefonos videóhívásban is lehet ítéletet hirdetni. Amennyiben lehetőség van a büntetőeljárások folytatására, úgy azt elsősorban tárgyaláson kívül végzi el a bíróság. Amennyiben viszont olyan eljárási cselekményt kell foganatosítani, amely személyes jelenlétet igényel, úgy a bíróság a személyes jelenlétet igénylő eljárási cselekményeket megpróbálja elektronikus úton lefolytatni, tehát elsősorban a távmeghallgatással, másodszorban pedig bármilyen olyan elektronikus kommunikáció útján, ahol a kép és hangfelvétel biztosítható. De nem csak a büntetőügyek tárgyalásában hozott újdonságokat a koronavírus terjedése, az összes ügyszakban máshogy működnek a bíróságok. A polgári peres tárgyalások nagy részét például hasonlóan a büntetőügyekhez online digitális eszközökkel tartják meg. A gazdasági ügyszakot érintő változásokról kicsit rövidebben beszélni, gazdasági ügyszakban, cégeljárásokban, illetve a civil szervezetek bírósági nyilvántartásával kapcsolatos eljárásokban továbbra is működik a bíróság, azonban kizárólag írásban kommunikálnak, elektronikus online módon történik itt a beadványok beadása, illetve az azokra történő válaszadás. Közigazgatási ügyszakban a közigazgatási bíróságok kizárólag tárgyaláson kívül járhatnak el. A bíróságokat érintő változások a veszélyhelyzet visszavonásáig lesznek érvényben. 1000 élelmiszercsomagot oszt ki rászoruló családoknak a szekszárdi önkormányzat mintegy 10 millió forint értékben. A tartós élelmiszert, vegyi árut, fertőtlenítőszert is tartalmazó csomagokat döntően olyan családokhoz, rászoruló emberekhez juttatják el, akikkel régóta kapcsolatban áll a szociális ellátórendszer, de 300 krízishelyzetben lévő szekszárdinak is jut az adományból. Száraz tészta, több kilogramm liszt és fertőtlenítőszer is került azokba a csomagokba, amiket a szekszárdi önkormányzat az egyik helyi áruházzal összefogva nehéz helyzetben levő embereknek oszt ki. 700 olyan család kapott ebből az adományból, akikkel régóta kapcsolatban állnak a Humán Szolgáltató Központ munkatársai, és további 300 csomagot juttatnak el olyan családokhoz, akik most kerültek nehéz helyzetbe. Ehhez a szociális rendeletet is módosítani kellett, mondta Ács Rezső szekszárd polgármestere. Ahhoz, hogy ennek a feltételeit megteremtsük költségvetési és jogszabályi oldalról is, az módosítani kellett szekszárdon a szociális rendeletet. Ilyen esetben most ugye vészhelyzet esetben a polgármester egyszerűen dönt erről a kérdésről. Ezt a döntést meghoztam, ezzel teremtettem meg a lehetőséget annak, hogy ezt a támogatást a szekszárdiak számára, rászólók számára biztosítsuk. Az 1000 csomag összeállításán 20 munkavállaló dolgozott, a csomagokat folyamatosan szállítják ki a rászoruló családokhoz. Próbáltunk alapvető élelmiszert beletenni, tiszták oldószereket, olyat, ami a napi használatban hasznos lehet az embereknek. Került bele húsvéti sonka is, ami pozitív visszajelzést kaptunk is róla, hogy nagyon örültek a sonkának. A polgármester kijelentette, ha szükség lesz rá, további adományokat oszt ki az önkormányzat a nehéz élethelyzetbe kerülő embereknek, akik a szekov@szekszárd.hu e-mail címen jelezhetik az önkormányzat szociális bizottsága felé, hogy igényt tartanak a segítségre, akár segélyezésről, akár lakhatásról, vagy éppen a mindennapi túlélésről van szó. Segélycsomagokkal segítik a rászorulókat a Magyar Ökumenikus Segélyszervezet munkatársai. Kaposváron a Biztos Kezdet gyermekház munkatársai hetek óta juttatnak el élelmiszert a városban élőknek. Jelenleg 16 család 42 gyermekét látják el. A szakemberek segítenek a szülőknek abban is, hogyan foglalják le gyermekeiket otthonaikban. Sziasztok! 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 Szia, Mózes! Hát, hello, babám! Mi újság van?
16 családot és ezen belül 42 gyereket látogatnak folyamatosan a gyermekház munkatársai. Azokon segítenek, akik nem tudnak elmenni a találkozókra. Szükségük van a személyes kapcsolatra. Nyilván ez az időszak mindenkit megvisel, és az ember az egy társas lény. Ezek a szülők, anyukák, gyermekek nyilván azért jöttek, hogy együtt legyenek, tanuljanak, akár tapasztalatot cseréljenek. Ez most nincs. Azért el vannak szigetelve elég sok mindentől, sőt, ugye, és nagyon-nagyon várnak minket. A szülők és a gyerekek nem csak az élelmiszer csomagot várják, hanem a megoldandó játékos feladatokat is, amivel könnyebben le tudják kötni a kicsik figyelmét. Mónika egyedül neveli kisfiát, és idős szüleivel él közös háztartásban. Mi most nagyon örülünk ezeknek a feladatoknak, amit ugye a babakluptól kapunk, és ezzel ugye a délelőttét el tudom terelni ezekkel a színes dolgokkal, meg különböző mondókákkal, aminek én nagyon örülök, mert el tudom foglalni ezzel is a figyelmét. A többi hátralévő napot általában udvarban töltjük, tehát nem közösülünk, tehát közösségben inkább nem megyünk, próbáljuk kerülni, mert ugye nekem van otthon két idős szülőm, és ugye félek, hogy általam vagy bármi által behozhatom a házba. A segélyszervezet munkatársai már a húsvétra készülve állítják össze a játékos feladatokat, és az ünnep alkalmából minden gyerek kap majd valami kis ajándékot is. Példaértékű az a munka, amit a Baranya megyei Kárász önkormányzata végez a veszélyhelyzetben. A dolgozók minden hétköznap fertőtlenítik a legforgalmasabb helyeket, szájkendőket és fertőtlenítőket osztanak a 65 év felettieknek, az időseknek pedig bevásárolnak. A legközelebbi gyógyszertár és az iskola 5 kilométerre Szászváron van. Egy dolgozó vállalta, hogy segít a gyógyszerkiváltással, sőt egy tanuló házi feladatát is naponta elhozza. Gabi éppen a hétfői bevásárlást végzi, nem magának, hanem idős kárászi lakosoknak. Minden reggel megkapja a listát, azzal indul el a boltba. De nem csak az időseknek segít, hanem olyan családoknak is, akiknél nincsenek meg az otthoni digitális tanuláshoz szükséges feltételek. Gabi a többi önkormányzati dolgozóhoz hasonlóan szívesen végzi ezeket a feladatokat. Én vagyok, aki csinálja a fertőtlenítőket, amiket kihordunk az embereknek, illetve aki a permetező készítette a fertőtlenítőt, az időseknek én szoktam vásárolni, itt Kárászon a kisboltba, illetve gyógyszertárba Szászváron, vagy éppen a gyerekeknek elhozom a leckét, elviszem a leckét. Kárászon minden hétköznap reggel a közterületeket, az orvosi rendelőt és környékét, valamint a kisboltot és a forgalmasabb helyeket fertőtlenítik az önkormányzat dolgozói. Maszkokat, szájmaszkokat osztottunk a településen, minden lakó kapott egy maszkot, aztán közel egy hete már permetezzük a közterületeket, forgalmasabb pontokat, ahol többen megfordulnak, buszmegállókat, köztereket. Egy speciális virucidszerrel történik a permetezés, tehát nem hipós oldattal, hanem egy felajánlásból kaptunk egy literes ilyen szert, ami 5000 liter szerhez elég további bekeveréshez. A polgármester elégedett a lakosság hozzáállásával. Mint mondja, egyre többen veszik igénybe az önkormányzat segítségét, és tényleg otthon maradnak. Bár próbákra nem tudnak járni a koronavírus járvány miatt, a néptáncosok az egyik közösségi oldalon így is tudnak hódolni szenvedélyüknek. A napokban egy kihívás is indult, Legényes ez otthon címmel, amely nem csak a néptáncra hívja fel a figyelmet, hanem arra is, hogy aki teheti, maradjon otthon. Egészséget mindenkinek, mi hamarabb, ne felejtsünk el táncolni! A Somogy Tánc Együttes művészeti vezetője Túri Endre is csatlakozott a közösségi oldalon indult akcióhoz. A feladat nem más, mint 6 legényes pontot, figurát bemutatni és 3 embert kihívni. Koch Máté egy rendhagyó videót készített, amelyben kalotaszegit táncolt. Táncosoknak a nagy része, köztük én is, Kalotaszeg vidékéről választott magának egy csokorra való legényes pontot, és azt táncolta el. Koch Máté online elmondta, a népzene és a néptánc hajdanán is összehozta a közösségeket. A mostani járvány idején az internet segít ebben. Pont most, amikor egy ilyen nehéz szituáció van az egész világban, az emberek otthon a saját lakásukba zárva,
próbálják átvészelni ezt a helyzetet, és közben mindenki aggódik egymásért, a szeretteiért, akár a saját anyagi biztonságáért. Szerintem különösen fontos, hogy legyen egy olyan kapocs, egy olyan segítség ebben, ami jelen esetben ez a magyar kultúra, a magyar néptánc. A néptáncos akcióhoz egyre több somogyi csatlakozott már és készítette el otthonában a videókat. A cél a néptánc népszerűsítése mellett az is, hogy az otthon maradásra hívja fel a figyelmet. A koronavírus nem csak az élversenyzők felkészülését nehezíti meg, de a szabadidős sportokat, űzőket is újszerű megoldásokra készteti. Szekszárdon egy személyi edző például online tart ingyenes órákat, de ugyanígy tesz egy tánctanár is. Fülmagasságig engedjük le. 3, 4, annál lejjebb nem, mert akkor pihen a kéz. Élő közvetítésben tart edzéseket Kertai Krisztina szekszárdi otthonából. A veszélyhelyzet idejére létrehozott Facebookos csoportjában hetente több alkalommal szervez ingyen edzést felnőtteknek. A koronavírus miatt országszerte bezártak az edzőtermek. Az otthoni mozgás viszont elengedhetetlen egészségünk fenntartásában és megőrzésében, mondta Kertai Krisztina. Nem szerettem volna az edzetteimnek a kezét elengedni ebben a nehéz időszakban, és fontosnak tartom, hogy a már meglévő kondíciójukat fent tudjuk tartani, és ne veszítsék el a motivációjukat, maradjanak aktívak, ez csak egy átmeneti állapot. Tableten keresztül tartja a kapcsolatot sportolóival, és otthon tükör előtt tanítja a különböző modern táncok alaplépéseit Hacsa Mónika. A konditermek mellett a legtöbb sportegyesület is felfüggesztette edzéseit a járványügyi veszélyhelyzetre való tekintettel. Így a különböző ágakat képviselő sportolók edzői ugyancsak a közösségi oldalakon keresztül tartanak gyakorlatokat. Ilyen a szekszárdi Iberikán Táncsport Egyesület is. A legnagyobb csoportnak house táncot oktató Hacsa Mónika otthonából közvetíti az online edzést. Most van idő alapjaiban részletesen elsajátítani egy-egy táncot, mondta a Táncsport Egyesület elnöke. Online edzés, hogy nagyon könnyen lehet így fejleszteni, és a gyerekek most gyakorlatilag ugye otthon egyedül vannak. Az olyan, mintha most személy szerint foglalkozná valakivel, és ugye nem vonják el egymás figyelmét sem a teremben. És ez most nagyon alkalmas arra, hogy a táncot jobban elmélyítsük, mindenféle stílus, technikákat, táncelméletet például. Most azt is tervezem, hogy jövő héttől táncelméleti anyagokat fogok nekik adni. A tánc endorfint, vagyis köznyelvi nevén boldogsághormon termel, és a jobb agyféltekét is megmozgatja. Így hasznos a diákok otthoni oktatása mellett táncolniuk is. A lakásban pedig könnyen elvégezhető edzéseket ajánlanak a személyi edzők is. Sporteszközként használható egy szék, vagy például egy asztal, egy-egy vizes palack pedig helyettesíti a súlyzókat. Az edzők felhívták a figyelmet, hogy a rendszeres sport nem csak az izmokat erősíti, hanem az immunrendszerre is jótékony hatással van. Kevés az élelem az állatmenhelyeken, a telepvezetők ezért kérik a lakosokat arra, hogy a veszélyhelyzetben se feledkezzenek meg az adó 1%-ának felajánlásáról. Ezt május 31-éig a személyi jövedelemadó bevallásának határidejéig tehetik meg. A tavalyi évben rekordbevételt könyvelhetett el a Siófoki Állatvédő Alapítvány az adók 1%-ából. Rengetegen gondolták úgy, hogy adójuk ezen összegét a menhelyi kutyák javára fordítják, így tavaly a civil szervezet 9 millió forintot kapott ilyen formában. Az állatorvosi költségeink kétharmadát, de megkockáztatom, közel háromnegyed részét sikerült belőle fedeznünk. Úgyhogy enélkül azt gondolom, hogy nagyon komoly adósságban maradtunk volna az állatorvosnál. Rengeteg az idős kezelésre szoruló, bekerülő kutyus, illetve hát itt a kölyök kutyáknak az oltási programja hatalmas összegeket emészt fel. Ugyanakkor a civil szervezet vezetői attól tartanak, hogy a bevezetett korlátozások miatt visszaeshet a tavalyi rekordösszeg, hiszen számos népszerűsítő és a menhely életébe is bepillantást engedő rendezvényt le kellett mondaniuk munkatársaik védelme érdekében. Az összevont adóalap 1%-áról május 31-éig a személyi jövedelemadó benyújtásának határidejéig rendelkezhet mindenki. Arról, hogy a felajánlást megkapta az általunk kiválasztott civil szervezet, 2021. januárjában kapunk értesítést az ügyfélkapunk keresztül.
Ennyi volt már a Pannon Krónika, köszönjük figyelmüket. Legközelebb egy hét múlva ugyanitt, ugyanekkor jelentkezünk. Viszontlátásra.